Az imént is a fiatalokról ejtettünk szót. Makón működik egy videó és művészeti stúdió, ahol 16-18 éves fiatalok készítenek filmeket. Mégpedig olyan filmeket, amelyek különböző fesztiválokon nem csak a korosztályuk, hanem a felnőtt kategóriákban is díjat nyertek. Ez a makói videóműhely 1994-ben alakult, azzal a céllal, hogy a filmezés iránt érdeklődő fiataloknak legyen egy műhely lehetősége, egy olyan bázis, ahol a vizuális ötleteiket megvalósíthatják. És 94-től folyamatosan az a cél vezérelt, hogy minél többet tudjanak meg a szakmáról, erről a mesterségről, nem véletlen mondom azt, hogy szakmát, hiszen ez nem szakkör, ez nem fakultáció, ez egy szemléletmód műhely is, hiszen nem csak tőlem, hanem nagyon neves szakemberektől is tanulnak. Eddigi működésünk során nagyon sok olyan szakember, Zsigmond Vilmos, Koltai Lajos és más tévés szakemberek, Bánó András, Sáros Ándor segítették a munkánkat, és még sorolhatnám őket, akiktől nagyon sok olyan dolgot tanultak a gyerekek, amit aztán fel tudtak használni a munkáikban. Egy idő után látszik az a fajta tehetség, ami a képekkel való viszonyban nyilvánul meg. A legfontosabbnak tartom itt a műhely életében is, tehát a műhely történetében is, a legfontosabb a szakmai alázat. Tehát az nagyon fontos, és ez mentén dolgoznak a fiatalok is, hogy egy film után se érezhetik azt, hogy ők most a mai szóhasználat a szlenggel élve királyok. Tehát az egy film, az egy, ha úgy tételezzük föl, hogy ez egy nagy lépcsősor, ahova föl kell jutnunk, akkor ez csak egy fok azon az emelkedőn. Ez a dokumentumfilm talán így a körülményeim, amit így itt látok így magam körül, szóval így úgy alakult ki, például az első ilyen sikeresebb dokumentumfilmet a nagyapámról készítettem, mert anyán élt, ezt így láttam, hogy ez mennyire érdekes más országokban, más városokban, így ilyen nagyon kevés van, és azért lehet talán így a dokumentumfilm legközelebb hozzám, mert így az így a saját környezetemet csinálok ilyen dokumentumfilmet. A legerősebb kötődésem a Tanya iránt az így nagyapám miatt alakult ki, hogy ő már meg így az összes ősöm, apukám ágán, így mindenki Tanyán él, Tanyával foglalkozott, aztán így most már apukám is Tanyán él, mert meghalt nagyapám, és utána ő neki kellett átvenni ezt a birtokot. És ezért állhat így legközelebb, sokat voltam így nyaranként kint, aztán így állatokat, szóval így ez a természet, ami ott van, meg ezt így sokat láttam, aztán fogtam a kamerát, kimentem, és akkor így amiket ott úgy láttam, ilyen, amilyen volt hangulata, így átbírtam adni ezt a hangulatot, amit egy ilyen Tanyán lehet érezni. Kálmán engem először azért keresett meg, hogy műsorvezető legyek, de aztán mondtam, hogy engem érdekel a másik oldal is, és ezért még nem tudom, hogy alakul a jövő. Nekem szerencsém volt, mert nyár elején csatlakoztam a műhelyhez, és nyáron nagyon sok szabadidőm volt, ezért 2-3 filmet is elkészítettem, hiszen volt rá időm. Még nincsen kiforrott stílusom, hiszen az 1-2 film az nem nagyon adott rá alkalmat. Szeretem a dokumentumfilmet is, de viszont a vágás is nagyon érdekel. Nem tudom, valahogy gyorsan meg tudtam tanulni ezt a szakmát, hogy mondhatnám így. És stúdióvezetőnk Kálmán nagyon sokat segített benne, és 1-2 hét alatt olyan szakmai fogásokat sajátítottam el, amit mások fél egy év alatt tanulnak meg. Nagyon jó srácok vannak, családja viszony tulajdonképpen fogalmazhatnánk így is. Az én korosztályom is, nagyon jól megértjük egymást, elbeszélgetünk, közös utakon is mindig együtt vagyunk. Bármit, amit elgondolok, majdnem mindent megbírok valósítani. Vannak kisebb-nagyobb akadályok, de szerintem meg lehet csinálni, amiket gondolok. Más hobbim nagyon nincsen, esetleg a sport, de nem nagyon
van időm más a tanulás, és utána pedig a filmezés. Arra sok időt szánok a filmezésre. Általában szülőknek is tetszik, ők is szokták nézni a gyerekekkel együtt, és tetszik a szülőknek is a műsor nagyon. Tavaly volt egy táncvilágnapja, és az volt a feladatom, hogy olyan képeket mutassak be, amit egy átlagos ember nem lát. Tehát közeli arcokat, grimaszokat, lábakat, tehát olyan képet, amit csak én látok. Tehát a hétköznapi ember nem lát. Mindenképp a ritmusérzés szerintem, ami bennem azért van meg, mert én egy énekzenei általános iskolába jártam, de még a képi érzék is fontos, hogy milyen képeket szerkesszek, és hát nem is tudom, de más nagyon nincs. Ezt tanulni kell. Lesz egy ilyen felvételi a Duna TV-nél egy ilyen mesterkurzusra, ahova, hogyha minden igaz, hogyha jól sikerül a felvétel, és akkor oda bejutok, akkor azt most egy ilyen másfél évig fogom végezni, aztán utána meg azért az már egy jó alap erre az egészre. Biztos lesz valami kapcsolatom vele, úgy gondolom, vagy a kamera mögött, vagy a kamera előtt, ez még majd elválik. Mindenképp szeretnék a filmezéssel tovább foglalkozni, most egy média szakon tanulok, tehát most is a filmezéssel foglalkozok, de főiskolát is szeretnék a filmezéssel, és tovább azután is filmezéssel szeretnék foglalkozni. I can't give up, it's a black thing.